Üdvözlök mindenkit! Szeretném önöknek megmutatni, hogyan is lehet egy erős kódot készíteni, hogy nem felejtünk el. Az a lényeg, hogy olyan tettünk fel egy kérdést, és azt, amit le tudunk rá a választ, és annak a kombinációját megkapjunk, hogy el is mutatom a módszeremet, és átállítom, hogy Word-be legyünk. És akkor berakom, és megmutatom is, például a kérdésem. Vagy egy felszólítást. És átadom a nyelvet magyarra. Felszólítás, és hol legyél óvatos az utca, például ilyen utca, legyünk óvatossal. Rámondok egy kösz. És lássunk, hogy van ez a légy óvatos utca központban, és akkor mostan ezt összerakjunk, például úgy, hogy légy az elvető helyett, vagy a fó óvatos az utcában, hogy összeírjunk szépen. Utcán, például is akkor ebből képezünk egy kódot, és utána hagyom. Elejére egy csillagot például, és akkor egy köszmondtam, óvatos, de egyetem egy követő lesz, követő elvett helyet lesz, hogy óvatő benne. Ó, az ott nem jó, az óból lesz egy számjegyünk, egy két óból lesz egy óba, egy nulla számjegyünk, majd a B lesz egy N, B akkor az A lesz itten, akkor így a sorba megyünk, alatti lévő lesz most, amit lesz a T. Volt az A, most akkor lesz a B, majd az A volt, a B volt a helyette, A nem lesz, hanem lesz egy nulla, lesz egy O betű benne, vagy ha ez itt nem, M betűből lesz egy M volt, O volt alatta, O volt, akkor is lesz egy M. Szám. És akarjunk, ha nagyon, ha erős legyen, akkor is elérjünk azt a szót, hogy szám. Ennyi, és oda rakok még egy felkiáltójelet. És kaptunk egy erős jelszavat. Csillag, K, O, Bob, Nobból, Tom, Nobból, Nututcam. Felkiáltó jel, de az a lényeg, hogy ezt a jelszavat te például, hogy megjegyedszed, légy óvatos az utcán, hol, legyél óvatos a központban, és ezt bármikor bírod csinálni, mert tudod, hogy elsőnek utána írtál egy csillagot, majd lentél a második szoba követőt, aztán hozzáírtad egy nem jó, hanem egy elbetűt kellett volna, elbetűt, aztán elbetűt. Elbetűt.
kettőt majd, aztán kellett volna egy. Á, egy. Egy G betűt. Kicsit én is megtévedtem. G és egy P. Most az így helyesen van. Két G a lámpát utcán, és ezt a Várnyikó megjegyzi ezt a jelszót. De igen, és erős egy jelszó. És itt a bármit, csak felteszed a kérdést, és megjegyzed, hogy hol voltál aznap, és nem kell semmilyen jelszó védelmez. Légy óvatos utcán, és a központban is ezt a leírod, az megjegyzed, hogy légy óvatos utcán. És hol? És ebből beszélőd, hogy a központban, és ezt a jelszót te meg tudod, le tudod memorizálni. Köszönöm, és akkor gondolkozol, hogy is kezdted, két szót hozzáírod, egy például egy papír szeltérán megfogod, leírod két szót, és majd teszel egy csillagot, aztán egy K-betűt, egy A, és tudod, hogy ment így sorba ment, egy első léted az alsó, majd aztán a föntit. Elletve az jövő, majd a A. Z-t írtad fel, majd aztán. Leírtad a G-t, aztán leírtunk a P-t, majd a 2-0 helyébe írtunk oda egy 0 számjegyet, NV-re írtunk egy 0-t, elég erős elszó ez, beszartóan elég tartva átveleljük. Ahogy látom, kis adag is itt a lőjéget számjegyet, például így volt, és az utcán, például az utcán házszámotokkal végére utcán, és akkor az előtt a saját házszámotok, egy házszám, egy kedves szerencsés számotok, például mint a 7-es, és az akkó feltörhetetlené válik. De ő lett az akkó egy e-mailot cím, vagy akár mi máshol, arra kell nagyon vigyázni, hogy soha nem szabad egyforma e-mail címeknek egyforma jelszót megadni, se oda, nem vesélem, hogy visszabírnak kirendkezni, például így meg lehet memorizálni. Egyszerűen, én szerintem ez jó, kiváló módszer. Hogyha még tovább akarom ezt a tény komplikálni, akkor lehet ezt is. Például, hogy megkapjunk ezt, majd megszámoljuk, hogy hány betűből állnak. Például 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. Mostan numerikusan gondolkozok. Jó, és például itt meg lettek most számozva, azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 számára, akkor nem jó, csináltam meg ezt se. 18, az első 9-ig, itt van 4, azt csináltam, hogy azt a jelszavamat csak felosztottam 4-esével, 4-es számjegyenként, raktam be egy vetszőt, és ma is már erősebb lett. Ha még erősebb lett, akkor például még a végére is írhatunk még egy befejezésként egy pontot, és kaptunk egy megjegyző, egyszerűen memorizálható jelszavat. Csillag KG per pont vesző P0NA bonu, vesző, bonu, per, TCA, per 0, 7, per 0. Ez ilyen logikát. Szerint, ha én ezt tovább akarom bonyolítani ezt, meg fogom itt van 4-esével, felosztod. Vagy például beírom ide egy ilyent is logikával, de memorizáltad, és itt van egy igaz, erős jelszó,
kell, hogy le kell memorizálni, és ezt az, nem tudom, hogy a hackerek fel tudják-e törni, szerintem ezt elég sokáig tart. Én azt ajánlom mindenkinek, hogy 3 hónaponként változtassák meg a fő e-mail címeken a jelszavakat, amilyen fórumokon, mert azt nem veszem abszolút komolyan, ilyen fórumok, már szinte én a fórum ugye szokott lenni a jelszava, azt nem veszem annyira komolyan, de ilyen e-mail cím, ilyen bank számára, meg ilyen stb. Ennél fontosnak tartom, hogy ne egyforma jelszavakkal menjek be a 3 hónaponta, meg is szoktam változtatni őket. Meg azt mondja, soha ne tegyék meg, hogy számítógépen hagynak egy kód TXT-t, és abból simán kimásolják a jelszavakat, úgy a legegyszerűen feltörik, de újabb módszer, hogy jelszavak kopása, itt van ilyen kávészóba, és újabb van, ha böngésző megjegyzik a jelszavaikat, majd azokat egyszerűen nem jelentkeznek, és mások feltörik, bejelentkeznek helyettük, és azt hiszik, hogy maguk, hogy ők lopják, de közben meg maguk hibájából van elkövették. Ennyi, és a memorizálni. Ennyi volna ez a videó, erről szólna, hogyan csináljunk egy jelszavat, amit könnyen memorizálhatunk, és ami eléggé erősen, erős jelszavvédelmet ad a gyerekkel szemben. Köszönöm a nézettséget!